Kilenc napig voltunk Magyarországon edzőtáborban, a Puskás Akadémia pályáin edzettünk, fantasztikusak voltak a, a, a körülmények. Az edzések jók voltak, habár bár a három, vagyis három mérkőzést játszhatunk, felkészülési mérkőzést játszhatunk, mind a hármat elvesztettük, a mérkőzésekkel épp nem voltam nagyon megelégedve, azért mert azért sokat hibáztunk, főképpen a, a helyezkedésekben, a védekezésben, és a gólgyártás sem nem igazán ment, sok helyzetet hagytunk ki, szóval javulnunk kell, habár bár itt van már a a, a, a bajnokság a nyakunkon, nincs sok idő rá, de remélem, hogy héten azért a fiúk összeszedik magukat, és a Vojvodnál ellen egy olyan produkciót fognak majd produkálni, ami győzelem, győzelmet hoz majd. A hangulat az jó a csapatban, van egy pár sérülésünk, betegségünk. Sajnos az újoncunk a Dolmagics, aki az utolsó szerbiai előkészületi mérkőzésen Palánkán megsirilt, Ön, őre egy hosszabb kihagyás vár, mert a keresztalagát kell majd műteni a grábezsunk egy mononukleózist szedett össze, úgyhogy ő is egy hosszabb időre ki fog dőlni, azért is hoztuk a nem anya Petrovicsot a rádból, aki majd helyettesíti a grábest. Hát remélem, hogy, hogy nem lesz nagy, nagyon hosszú a gyógyulásuk, ha bár mondom, még kilátástalan az egész dolog, hogy mikor fognak visszatérni. A többiek rendben vannak, többiek most már mindenki edzésben áll. A Milicevic is uh, mától megkezdi a normális edzéseket a csapattal, úgyhogy oké, okay, két sérültünk van, de a többiek visszatértek, úgyhogy bizakodva várjuk az első fordulót, és akik ki fognak futni a pályára, azok, remélem, hogy mindent oda tesznek, megtesznek, hogy megnyerjük a mérkőzést. Pásoszatícs atmoszfére, szóval na a nivou ekipa vegy duze vreme túl slažemo se svi. Stvarno ne mogu da nađem jednu manu što se tiče toga. Trenizi su bili prilagođeni utakmicama, pošto smo na svaka tri dana imali utakmicu, tako da sve je bilo na vrhunskom nivou. Iskreno, vole bi da, da, da počnemo sa pobedom, da otvorimo sezonu kako doliko je, da zabeležimo tri bode i da, e, eto već, mogu slobodno kažem godin i po dana, da, da, da Senta bude i dalje nos, na tvrđava.